Hivatalos adatok még nincsenek arról, hogy milyen hatással volt a bűnözésre a koronavírus járvány, a kijárási korlátozások és a fokozott rendőri jelenlét az utcákon. De személyesen minden a kékfénynek e témában nyilatkozó rendőri vezető azt mondta el, hogy a saját területén jelentősen csökkent a bűncselekmények száma. Volt olyan hónap például, amikor egyetlen autót sem loptak el a fővárosban, és volt olyan megye, ahol egy negyedével csökkent a közúti balesetek száma. Megfigyelhető volt az is, hogy a betörők a lakások helyett üzletekben és raktárakban próbálkoztak. Azt még csak találgatni lehet, hogy a járvány hétvégén berobbant második hulláma alatt hogyan változik majd a bűnügyi statisztika. Emlékeznek? Március 4-én azonosították az első COVID-fertőzöttet Magyarországon. Attól kezdve drámai változások történtek. Kiszámíthatatlan volt, hogy a járvány milyen hatással lesz például a bűnözésre, és a rendőrség hogyan lesz képes megbirkózni az új helyzettel. Egyik pillanatra másikra, mint hogyha megszűnt volna a bűnözés. Komoly elmozdulás szinte egyetlen egy bűncselekmény kategóriában sem következett be, hála Istennek. A közterületi bűncselekmények száma is jelentősen lecsökkent. Ilyen az elmúlt 10 évben nem volt Fehér megye területén, de úgy gondolom, hogy országosan sem. 4 kapitánysági vezetőt kerestünk meg Budapesten, Székesfehérváron és Debrecenben. Közvetlen élményeik vannak a járványhelyzet alakulásáról, ezért őket kérdeztük az elmúlt fél év tapasztalatairól. Számomra az első és legszembetűnőbb tapasztalat az volt, hogy megszűnt az a tömeges gépjármű forgalom, ami jellemző volt Budapest utcáin, illetve sokkal kevesebb volt az utcán tartózkodó személyek száma. Bizonyos bűncselekményekre, gondolok itt a lakásbetörésekre, nyilvánvalóan hatással volt az, hogy az emberek, az állampolgárok otthonaikban tartózkodtak a kijárási korlátozáskor, az otthontanulás időszakában a gyerekek otthon voltak a szülőkkel, nyilván ezeket a bűncselekmény kategóriákat azért érintették, tehát kevesebb lakásbetörés történt. Számszerűen lecsökkent a gépjármű forgalom, nem csak a városok, hanem a megye közút hálózatán is. Innentől kezdve március-április hónap tekintetében a baleseti számadatok javarészt ilyen 25-26%-osra csökkentek a korábbi év hasonló időszakához képest. A betörők otthon maradtak, az utazó bűnözők nem keltek útra, külföldről hazajöttek a prostituáltak, és egész egyszerűen nem volt bejelentés, illetve hát nagyon-nagyon kevés bejelentés volt. A március 28-án bevezetett kijárási korlátozásoknak egyértelműen kimutatható hatása volt a bűnözésre. A karanténnak olykor más következményei is lettek. Ez a 33 éves szekszárdi férfi például rendszeresen bántalmazta élettársát. Komolyan számolni kellett azzal, hogy az összezártság előhozhatja a családi viszályokat. De Illés Zoltán bűnügyi osztályvezető szerint Debrecenben jól viselték az emberek a karantént. Én úgy gondolom, hogy a lakosság és az állampolgár nagyon fegyelmezetten álltak ehhez az időszakhoz, és nem növekedtek az ilyen típusú családon belül erőszak és ehhez kapcsolódó bűncselekmények, tehát nem voltak komoly tendenciák, amelyek azt mutatták volna, hogy növekednének az ilyen bejelentések. Az emberek a járvány miatt, a bűnözők pedig a lebukás kockázata miatt nem mentek el otthonról. Kevesebb lett a betörés, a rablás, a kifosztás és az autólopás. Ezen a felvételen egy autótolvaj elfogása látható. Túl vakmerő volt, kimerészkedett és lebukott. A zsaruk azonban nem dőlhettek hátra. A koronavírus járvány egy sor új feladatot adott. A kontaktkutatás az azt jelenti, hogy a vírussal érintett szemét, vagy már a gyanú esetén is, arról kell nyilatkoztatni, hogy hol járt és kivel kontaktálhatott, kivel kontaktált. Ezekre kellett jelentést írnunk és a törzshöz eljuttatnunk. Balotai Attila azt mondja, hogy a budapesti nyomozók most nem csak autótolvajokat vagy betörőket hajkuráztak, hanem COVID-fertőzöttek kapcsolatait kellett felderíteniük. Naponta kellett 50 és 100 ember közötti kontaktkutatást végrehajtani a teljes bűnügyi állománynak. A járőrök sem pihenhettek. Kevesebb lett ugyanaz utcai bűncselekmény, de helyette ők ellenőrizték a kijárási korlátozások, az üzletbezárások és a karanténszabályok betartását.
akiket karanténra köteleztek, hogy a jogszabályi gyakorlatilag jogszabály alapján az otthonaikban ellenőriztünk, és ahhoz képest, hogy elég komoly számban kellett lakásokat ellenőriznünk, elenyésző volt a száma azoknak, akik megsértették ezeket a szabályokat. A járvány kitörésével szigorították a büntető törvénykönyvet. Március végén új bűncselekmény lett a járványügyi védekezés akadályozása, amiért 3 vagy akár 8 év szabadságvesztés is kiszabható volt. Ez a rendelkezés azonban csak 3 napig maradt érvényben. Április elején megváltoztatták. Azóta a járványügyi védekezés akadályozása már csak szabálysértés, ami 5000-től 500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal büntethető. A házi karantén ellenőrzése során én az első időszakban azt tapasztaltam, hogy olyan 5-10% közé tehető azoknak a száma, illetve az az arány, amely során valamilyen hiányosságot tapasztaltak a kollégáink, tehát vagy nem tartózkodott otthon, a házi karanténra kötelezett, vagy nem ragasztotta ki a matricáját. A jelenlegi időszakban én azt gondolom, hogy ez ilyen 1-2%, aki a szabályokat megsérti. Azt nem tudjuk, hány ilyen szabálysértési eljárás indult, de az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint eddig 94 fellebbezés érkezett a bíróságokra az egész országban. Térjünk vissza a járvány miatti különleges intézkedésekhez. Márciusban más szigorítások is voltak a BTK-ban. Rémhír terjesztésért akár 5 év börtönt is kaphat, aki veszélyhelyzet idején álhírekkel riogatja a közvéleményt. Amit én a budapesti rendőrfőkapitányság részéről tudok, az azt mutatja, hogy heti 1-2 rémhír terjesztés ehhez kötődő cselekményt detektáltunk, vagy ilyen bejelentést kaptunk, tehát heti 1-2. Kiskunhalason egy nőt azért fogtak el, mert közösségi oldalán állítólag valótlan és pánikkeltő dolgokat híresztelt a helyi kórházról. Egy másik ügyben egy gyulai közéleti személyiséget gyanúsítottak meg rémhírterjesztéssel, de az ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette ellene az eljárást. Minden esetre az Országos Bírósági Hivataltól úgy tudjuk, hogy a rémhírterjesztés újfajta bűncselekménye miatt még egyetlen ügy sem érkezett a bíróságokra. Országos, összesített statisztikát egyelőre nem közölt a rendőrség a járvány miatt megváltozott bűnügyi helyzetről. Nekünk is csak benyomásaink lehetnek. Ezért átnéztük a rendőrség hivatalos honlapját. Március és június között, amíg a veszélyhelyzet fennállt, nagyjából 2700 hírt találtunk a police.hu oldalon. A rendőrségi híreket olvasva érdekes kép bontakozott ki. Megjelentek újfajta bűncselekmények, amelyeknél az elkövetők kihasználták a járvány miatti bizonytalanságot. Összesen 8 bűncselekmény történt kapitányságunk illetékességi területén, amelyeket egyáltalán kapcsolatba tudunk közvetlenül hozni a járvány időszakával. Ezeket főként online térben elkövetett csalási cselekmények voltak, tehát orvosi segédeszközöket, tehát szájmaszkokkal kapcsolatos csalások. Ezt a férfit például azért fogták el, mert az interneten nagy tételben árult maszkokat, de amikor a vételárat megkapta, felszívódott. Ezt a nőt éjszaka fogták el, a gyanú szerint vírustesztet kínált, de ő is meglépett a pénzzel. Egy másik esetben kisüzemi módszerekkel hamis fertőtlenítőt gyártottak. Több 10 millió forint értékben adtak el az egyébként hatástalan szerből, mielőtt lekapcsolták őket. A maszkos csalók után most jöjjenek a maszkos rablók. Ez a férfi Pécsett egy bankot rabolt ki. Maszkban érkezett, a pénzt követelte. De nehezen kapott levegőt, lejjebb húzta a maszkot, ezért felismerhetővé vált. Ennek a Pitiáner babakocsi tolvajnak viszont nem látni az arcát. A járványhelyzet idején senkinek nem tűnt fel, ha valaki maszkban közlekedik és maszkban besétál egy üzletbe. Ez megkönnyítette a tolvajoknak az álcázást és megnehezítette a felismerésüket. És még mindig koronavírus. Korábban a besurranó tolvajok sokszor közműcég alkalmazottainak adták ki magukat, és így jutottak be gyanútlan emberek lakásába. Ezt a férfit most azért fogták el, mert a járványhelyzetre hivatkozva csöngetett be áldozatához, segítséget ígért, de kihasználva figyelmetlenségét, meglopta őt. Nézzük tovább a police.hu híreit. Szinte minden hétre jutott egy látványos kábítószeres elfogás, amikor a készenléti rendőrség vagy a TEK kommandósai feltételezett drogbandák tagjait teperték a földre. A rendőrség információi szerint április közepére hiánycikk lett a kábítószer Budapest utcáin.
Balotai Attila szavaiból viszont az derült ki, hogy ennek más oka is lehetett, mint néhány banda kiiktatása. Az utazó bűnöző csoportok, azok kénytelenek voltak itthon maradni, kénytelenek voltak megállni, nem tudtak kimenni, ha ki is mentek, nehezebben jöttek vissza. A határ zárása, vagy a határ fokozott ellenőrzésével mindenféle illegális cselekmény lehetősége beszűkült, a kábítószerkereskedelem is. Nézzük tovább a rendőrség oldalát. Balesetek képei, gyorshajtók, ittas vezetők, szabálytalankodók. A kijárási korlátozás a közlekedésre is hatással volt. Nem volt tanítás, ugye kijárási korlátozás, ezek önmagából adódva is hatással van a közlekedésre. Jelentősen csökkentek, hála jó Istennek a balesetek számai. Ezt tapasztalták Debrecenben, de az ország másik nagyvárosában, Székesfehérváron másra figyeltek fel a rendőrök. Azzal, hogy ugye a kijárási korlátozást bevezették, a szórakozó helyek, az italmérő helyek, az éttermek zárva tartottak, ugye, és a családi körben voltak minimális is rendezvények, ezzel kapcsolatban talán kevesebb volt az ittasan járművető is, így kevesebben is fogyasztottak alkoholt. Átalakult a forgalom. Voltak időszakok, amikor szinte kiürült egy-egy város. Ennek hatására viszont egyesek nagyon nekibátorodtak. Nem egy olyan jellegű gyorshajtás volt például a lakóterületen belül is, hogy egy motorkerékpáros például a veszélyhelyzet idején a belvárosban 149 km/h közlekedve sikerült megállítani és felelősségre vonva. 300 000 forintos közigbírsággal sújtották a kollégáim. De nem egy ilyen volt, hanem több hasonló ilyen jellegű jogsértéssel is találkoztak a kollégák. A száguldozókra egyébként is rászálltak a rendőrök, és a szokásosnál is több hír jelent meg trafipaxozásról. A polisz.hu tele van gyorshajtókról készült felvételekkel. Az ittas vezetés is fő téma volt. Egy térfigyelő kamera rögzítette a következő képeket Nagyatádon. Az autó 50 éves vezetője részeg volt. Az ütközés erejét látva hihetetlen, de könnyebb sérülésekkel megúszta. Sokáig elemezhetnénk még a polisz.hu híreit, például a különböző lopásokról, rablásokról, emberölésekről készült beszámolókat, hogy azoknak mennyire volt kiváltó oka a koronavírus járvány. Mi egyetlen ilyen hírt találtunk. Ez a férfi a rendőrség gyanúja szerint betörésekből élt. Különböző kertészetekből tuját lopott és eladta a növényeket. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért tette, azt válaszolta, hogy a járvány miatt elveszítette az állását és így próbált pénzhez jutni. Május végén a karanténnak vége lett, és a koronavírus járvány első hulláma lecsengett. Mi történt azóta? Kérdeztem Balotai Attilát a budapesti helyzetről. A korlátozások enyhítésével egy fokozatos visszarendeződés indult el. De ez már elindult május, június, júliusban, és a fokozatosság az azért jó, mert nem dömpingszerű bűnelkövetésekről, bűncselekményekről, jogsértésekről beszélünk, az hatalmas terhet volna ránk. Egy valamit még nem kérdeztem. Magyarországon eddig igazoltan nagyjából 6000-en lettek koronavírus fertőzöttek. Jelenleg 8600-an vannak házi karanténban. A legtöbb covidos esettel az egészségügyi dolgozók mellett a rendőrök találkoztak. Felmerül a kérdés, hogy közülük senki nem kapta meg a betegséget? A Debrecen Indokapitányság állományából senki nem lett koronavírus fertőzött. A kérdést feltettük az országos rendőrfőkapitányságon is, de eddig erre nem kaptunk választ.